A fesztivál nyitónapján interaktív fényfestésre várták az érdeklődőket a megújult Bartók Béla téren. Ezúttal a Vörösmarty könyvtár épületére kerültek látványos grafikák, az ide érkezők kerékpáron ülve, azt hajtva irányíthatták a falon megjelenő képi elemeket, Falvai Miklós média művész alkotásait. De más helyszínen is hasonló érdekességekkel találkozhattak a belvárosban sétálók. A Nemzeti Emlékhelyen például a mauzóleum falán architekturális vetítés során megmozdult és átrendeződött az épület. Idén harmadik alkalommal láthatják a nézők a 3D animációi és a panoramikus vetítései által világhírűvé vált Bordos László Zsolt munkáját. A látványosságok a hétvégén is várják az érdeklődőket, akik a nyitónapon nem ültek még fel a Bartók Béla téren található kétkerekűre csak azért, hogy kifessék a könyvtár épületét, szombaton még megtehetik, és a 3D fényfestés és épületvetítés is megcsodálható még a hétvégén több helyszínen.